Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm a képviselőtársaimat és a kedves vendégeket. A jelenlegi rendkívüli testületülésre három napi rendpont miatt jöttünk össze. Közteleti rendezvények megrendezése, bölcsöde és a Jászapáti Szent István Király újra, park újra tervezésével kapcsolatos napirendeket fogjuk megtárgyalni. Két képviselőtársunk bejelentette a távolmaradását. A képviselőtestület ettől határozatképes, úgyhogy a képviselőtestületet megnyitom, testületülést megnyitom. A napirendi pontok a képviselőtársaimhoz eljutottak. Kérdezem, hogy más napirendi ponttárgyra javaslat van-e? Ha nincs, akkor a napirendi pontok elfogadására kérek szavazatot. Aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület a napirendi pontok tárgyalását egyhangulag elfogadta. Ha szabad, akkor szeretnénk kezdeni az első napirendi ponttal, közterületi rendezvények megrendezéséről, megrendezhetőségéről, előadó a polgármester. Ahogy esetleg a képviselőtársaim is tudhatták, vagy hallhatták, vagy fognak róla hallani, az elmúlt napokban volt egy elég nagy vihart kiváltó esemény Jászapátén, illetve ennek folytatása is lesz még. Szeretném ezzel kapcsolatban tájékoztatni a képviselőtestületet, illetve felhatalmazást kérni arra, hogy milyen rendezvények, milyen feltétellel rendezhetők meg a továbbiakban a városban. Az ugye köztudott, hogy a közterületeken való rendezvények és különböző kampányok megszervezéséhez az önkormányzattól közterületfoglalási engedély és különböző bejelentési kötelezettséggel tartozik mindenki. Ezt szeretnénk, ez eddig is érvényben volt, és ezt szeretnénk a továbbiakban is megerősíteni. Ami magát az eseményt illeti, talán többen tudnak róla, hogy az elmúlt napokban a Drogmentes Magyarországért maraton program keretében Jászapátján is megjelent ez a csapat, és a velük való találkozásom alkalmával ennek nem tetszésemet adtam ki. Részben erre testületi felhatalmazásunk is van 2005-től. Másrészt egyéb okok is arra késztettek, hogy ezt a rendezvényt, ami Magyarország Jászapátén megjelent, és különböző fórumokat, rendezvényeket akartak tartani, ezt a magam módján ezzel nem tiltakozzak, vagy ha úgy tetszik, megtiltsam. Természetesen, akár polgármesterként, akár országgyűlési képviselőként tisztában vagyok azzal, hogy mit tehetek, és mit nem, és minek mi a következménye. Tudom, hogy ez a rendezvénynek a meghiúsítása a közterületeken ez elég nagy port kavart azok részéről is, akik el lettek küldve, meg azok részéről is, akik számítottak erre a rendezvényre, és nem tudták ezt a rendezvényt emiatt megtartani. Hangsúlyozom, tisztában vagyok vele, hogy mit teszek, és természetesen mindig mindennek vállalom a felelősségét, tehát a jelenlegi testületülés az nem arról szól, hogy a felelősséget szeretném megosztani. A továbbiakban innentől kezdve szeretném megerősíteni azt a tényt, hogy a városban milyen feltételekkel lehet különböző rendezvényeket a közterületeken tartani. Szeretném kérni, lehetőleg elérni, hogy legyenek olyan dolgok a Jászapáti város életében, bár nem, jó lenne, hogyha nem csak a város életében, de most itt elsősorban a város életéről beszélünk, hogy legyenek olyan dolgok, amikben egyetértünk. Mert úgy gondolom, hogy vannak olyan nagyon fontos kardinális kérdések, amik nem a politikáról szólnak, nem a polgármesterről, vagy a képviselőtestületnek egyik vagy másik politikai beállítottságáról, hanem a jövőnkről és a gyermekeinkről szól, és ez mindentől fontosabb. Jó lenne ezt elérni, hogy ebben egyformán felelősséggel tudjunk gondolkodni. Ha azt nem is sikerül elérni, hogy egyformán gondolkodjunk bizonyos ügyekről, akkor legalább azt szeretném elérni ezzel a mostani testületi üléssel és egy kicsit részletesebb ismertetővel, hogy legalább tisztán lássunk. Úgy gondolom, hogy amikor a gyermekeink jövőjéről van a szó, akkor az a minimum, hogyha hozunk egy döntést, mindenki a maga posztján, a maga pozíciójából, a maga ismeretségi
baráti vagy akár családi körébe, akkor lásson tisztán, és úgy hozom felelősséggel egy döntést. Tehát ha azt nem sikerül elérni, hogy mondjuk egy ügyben egyformán szavazzunk, és egyformán lássunk dolgokat, akkor legalább azt szeretném elérni, hogy legalább tisztán lássunk. Jászapátiba bejelentkezett, és a sajnálatosnak tartom, hogy volt olyan intézmény, és ez még ráadásul pedagógusokról van szó, akik fogadták és hirdették ezt a Drogmentes Magyarország Maraton című programot. Azt meg különösen sajnálom, hogyha valaki nem vette a fáradtságot, hogy utána járt volna, hogy mihez van szerencséje. Ha meg utána járt, és mégis úgy adta meg a lehetőséget arra, hogy ezek a városba rendezvényeket tudjanak tartani, hogy tudták, hogy kihez van szerencsénk, akkor az duplán baj. Akkor az duplán baj. Az is baj, úgy gondolom, ha pedagógusok beengednek gyerekek körébe olyan egyesületet, aminek egyáltalán nem az a eredménye és a célja, mint aminek látszik. Előjáróban. Ez a Drogmentes Magyarországért Maraton című produkció, ez végigment Jászapátin, illetve végigmegy az ország nem is tudom hány pontján. És végigment Jászapátin is úgy, hogy a rendőrség villogó autója kísérte. Ez természetesen a rendőrségi vezetőtől, majd a megyei kapitánytól is megkérdeztem, hogy erre hogy kerülhet egy sor. Mert ugye, ha valaki tisztességes és jó szándék vezérel, akkor nem kell rendőrségi kísérlet. Ugye a rendőrségi védelmet az ember akkor szokott kérni, hogyha valamitől félnivalója van. Tehát ha ezeknek félnivalójuk van és rendőrségi kísérettel kell menni, akkor már az is baj. Ha azért mennek rendőrségi kísérettel, mert ezzel akarják hitelesíteni azt, hogy íme még a rendőrség is mögöttünk van, akkor ez megint csak nagy baj, mert megtévesztik a lakosságot. Egyébként nem volt nekik erre rendőrségi felhatalmazásuk, különböző taktikákkal érték el azt, hogy a rendőrség kísérte. Ez majd onnantól kezdve a rendőrségnek a belügye lesz, hogy egy ilyen szervezetet miért kísérget. A Drogmentes Magyarországért maraton elnöke az Braun Mónika nevezetű hölgy, aki az egyik legbefolyásosabb szientológusoknak az egyike. És amikor 5 vagy 6 évvel ezelőtt hozott a képviselőtestület egy döntést, hogy Jászapátin ennek semmilyen teret nem engedünk, akkor ez azért történt, mert az akkori polgármester az akkori képviselőtestület utána járt, ahogy most igyekeztem én is utána járni, hogy tudjuk azt, hogy kit engedünk be, és milyen célul a városban. A szientológiával kapcsolatban tudni kell, és ez természetesen nem az én saját véleményem, hanem ezt az interneten bárki számára elérhető dokumentumok támasztják alá, hogy vannak történelmi egyházok, és vannak szekták. Amik nem történelmi egyházok, azok szekták. A szektáknak pedig megvan a maguk hátsó önös szándékaik, amik őket vezérlik, és az esetek nagy jelentős részében, ahogy ez is az emberek megtévesztésére alapul. A szientológiai egyházat számos országból kitiltották, például Franciaországból. Erre szintén megvannak a bizonyítékok. Ennek a Drogmentes Magyarország maratonnak az elnöke, Braun Mónika, következőket nyilatkozta egy interneti portálon. A Maraton Magyarország legnagyobb drogellenes rendezvénye, és az, ami leginkább reálisra és pozitívá teszi a szientológiát a magyar társadalom számára, az ideális, az egyház új központjának hirdeti magát, és ez az a hely, ahova bárki, ismétlen bárki, akár a miniszterelnököt is be lehet vinni, és így az egész országot fel lehet tenni a hídra. Ezt írja a hölgy az interneten, aki ennek a szervezetnek a vezetője. Annak ellenére, hogy ők azt hirdetik, hogy hány településen és hány kilométeren fognak végiggyalogolni, vagy végigfutni, több városból, például Paksról kitiltották őket. A paksi polgármestere
Hozzátett, hogy a szientológia egyházáll a hátterében, és ők nem kíván támogatni egy olyan egyházat, amely sok európai országban már betiltottak, és amelynek tanait követően többen meghaltak, mert elutasították a gyógyítást. A kábítószerrel kapcsolatban van egy kábítószer ügyi egyeztető fórum, melynek elnöke nem ismeri a dolgmentes Magyarországi maratont. Tehát akinek ez a dolga, az nem ismeri el. A kormánynak van egy kábítószer ügyi koordinációs bizottsága, bizonyos KKB. Ők tiltakoznak ellene. Be akartak épülni ebbe a rendszerbe, és idézett a minisztériumnak a honlapjáról. Ez az esemény az előzetes várakozásoknak megfelelően több közismert szientológus is megjelent, mégsem sikerült egyetlen jelöltjüket sem bejuttatni, még a legtöbb szavazatot elérő Braun Mónikának sem. A drogmentes maraton anyjának is 11 szavazatnál többet nem sikerült begyűjtenie. Ezek úgy gondolom, hogy jelentős tényel kellene, hogy bírjanak, hogyha valaki utána akar járni, hogy valaki valóban a kábítószert tiltja, vagy éppen tájékoztatja különböző ernyőszervezetek alatt. Azt, hogy a szientológiai egyház az már eléggé közismerten sok helyről, úgy Magyarország több városából és több európai országból ki van tiltva, ehhez különböző ernyő szervezeteket hoznak létre, mint most ez a drogmentes Magyarországi program. De hangsúlyozom, több olyan bizottság van, a kormánynak is van ilyen bizottsága, ami a kábítószer ellen küzd ebbe a bizottságba, ők a maguk alattomos módján be akartak férkőzni, de nem engedték, oda se tudtak bekerülni. Tehát nekik semmilyen kompetenciájuk nincs erre. És milyen kérdőíveket töltetnek ki a fiatalokkal, ahová őket beengedik? Tájékoztatják őket, hogy veszélyes-e az extázit más drogokkal keverni. Kérdezem én, hogyha ők tiltják, akkor miért kell az agyba ezt beültetni? Ismertetik, hogy miből készül a kokain. Az, hogy olyan gyerekeknek, akik mondjuk feltételezem, Jászapádin kifejezetten feltételezem, meg a járság többi területén is, hogy eszükágában sincs a gyerekeknek ezzel foglalkozni. Ha tájékoztatjuk, hogy miből készül a kokain, akkor az tiltás vagy tájékoztatás. Mennyi ideig tart az LSD hatása? Ez tiltás vagy tájékoztatás? És ugye szintén egy érdekes kérdés. Tápszerként forgalmazásban lévő növényvédőszerekből is lehet előállítani olyan kábítószereket, ami javítja a képzelő erőt és a művész érzéket. Csak hogy mindjárt értsük, egy kérdőív, ami elvileg ugye arra hivatott, hogy tiltsa a kábítószert, arról szól, hogy növényvédő tápszerekből is lehet előállítani olyan szert, ami javítja a képzelő erőt és a művészeti érzéket. Ez a kérdőív, ahol megállnak, ahol kitöltetik, ott ezt a kérdőjüket osztogatják, és bárki, aki nem akar róla tudni, az is tudni fog. Ugye tudjuk, hogy a reklám hogy működik az országban, azt is tudjuk, hogy a cigarettás dobozról is igaz, hogy ráírják, hogy káros az egészségre, meg halált okoz, de attól még reklámozzák. Ugye nagyapám, ha élne, egészen biztos, hogy tudná, hogy mi az a Limprex szintén betét, pedig semmi köze nincs hozzá. De a reklámok annyiszor elmondják, hogy csak megérti, és csak tudja, az is, aki nem akarja. Amikor olyan gyerekek közé, olyan iskolákban, és ami a legsajnálatosabb, hogy a tanárok tudtával és a beleegyezésével beférkőzhet egy ilyen szekta, ami annak a látszatát kelti, hogy tiltja a kábítószert, és egyébként tájékoztatja, akkor ez tipikus esete a különböző reklámtevékenységnek. És jó lenne, hogyha úgy gondolom, ha lenne mindenki egy olyan felelős pozícióba, a felelősségének az olyan tudatába, hogy ezeket nem engedheti meg. Ehhez nem asszisztálhat.
És emellett, ami tudjuk, hogy a mai világban az adatgyűjtés mit jelent. Aki átveszi tőlük ezt a füzetet, amit ugye ingyen adnak, meg különböző okleveleket, azoknak ki kell tölteni egy ilyen különböző adattáblázatot. Ami tartalmazza a nevét, a pozícióját, a titulusát, a jelentkezésének a tárgyát, a lakásának az irányítószámát, a városát, az utcát, a házszámot, az e-mail címet, a telefonszámot, és még kell hozzá egy ajánló is, hogy mégiscsak nehogy valami olyan polgármester is be akarjon épülni, aki egyébként csak ellenzi ezt a dolgot. Az adatvédelmi nyilatkozatban aláírásukkal elismerik, hogy az adataimat együtt a Drogmentes Magyarországért mozgalmat működtető Helios alapítvánnyal, a Magyar Prevenciós Alapítvány, mint adatkezelők nyilvántartásba felveszik, tárolják és kezeljék. És a lényeg a füzetecske, amit osztogatnak. Azokon a településeken, ahol hagyják, hogy megálljonak, közterületeken, és osztogatják az iskolába a gyerekeknek. Természetesen a látszata az, mint a cigarettás dobozon, hogy tiltjuk a dohányzást, mert egészségtelen. De miről szól? Egy vidéki településen, egy vidéki iskolában, ahol igenis feltételezem, hogy se az általános iskolában, se a gimnáziumban a gyerekeknek nem a fő tevékenysége, nem a kábítószer ismerete és a kábítószer fogyasztás. De ugye valamire minél jobban felhívjuk a figyelmet, előbb-utóbb majd csak felfigyelnek rá. Miről szól ez a tiltófüzet? Ez a tiltófüzet. Nagy betűkkel, piros keretbe. A címe az, hogy tudtad. Kérdőjel. Tudtad? Sok illegális utcai drogot, például a heroint, a kokaint, az LSD-t, az extázit korábban orvosok vagy pszichiáterek alkalmazták, vagy írták fel. Hát kérdezem én, mi ez, ha nem tájékoztatás? Mi ez, ha nem, még ha valakibe felmerül a szándék, hogy Istenem, nem akarok belefogni, mert ki tudja, mi ennek a vége. Nem inkább megnyugtat, hogy gyerekek, hát semmi gond, hát régebben az orvosok meg a pszichiáterek is felírták. Itt kezdődik a tiltás. Következő, ugyancsak figyelemfelkeltően, nagy piros keretben, tudtad, az alkohol több tizenévest öl meg, mint az összes többi drog együttesen. Itt kezdődik a tiltás. Itt kezdődik a tiltás. Amikor valakiben, ne adj Isten, az első alkalommal, mielőtt hozzányúl a droghoz, felmerül a fejében a gondolat, hogy szabad, nem szabad, mi lesz ennek a következménye? És akkor kapok egy ilyen mondatot, tulajdonképpen több tizenévesbe okozott már kárt az alkohol, mint a drog. Akkor mi is az, ami visszafogja a fiatalokat a drogtól? Nem inkább megnyugtatja? Hogyha valaki a droggal szeretne foglalkozni, akkor nincs ebbe semmi rossz, gyerekek. Az alkohol az még többet árt. És még néhány érdekes mondat. Amit hangsúlyozom, hogy mindenki döntse el magába, hogy ez tiltás, vagy tájékoztatás. 208 millió ember fogyaszt illegálisan drogot a világon. Tehát egyel több vagy kevesebb. Manapság a fiatalok korábban ismerhetik meg a drogokat, mint valaha. A magyar, 16 évesek, 30%-ának a szervezetében már benne van a drog. Budapesten ez 47,5%. Aki ezeket az adatokat eljuttatja, aki a fiataloknak az agyába beletáplálja, hogy hát Budapesten már 47,5% a fogyasztott drogot, hát akkor most olyan nagy baj, ha te is megteszed? Hát könyörgöm, számomra katasztrofális, hogyha ebből valaki nem érti, hogy ez nem a drog tiltásáról szól, hanem tájékoztatás. És egy mentővet dob be azoknak, akik esetleg még azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy mégse kéne drogot fogyasztani. Ezek a mondatok, ezek a nem tudom, hogy tények vagy nem tények, ezek megnyugtatják azt a fiatalt is, akiben kétségek merülnek fel, hogy szabad vagy nem szabad. Hát miért ne volna szabad, amikor a 16 éveseknek a 30%-a már fogyasztott? Amikor Budapesten a 47,5%-a 16 éves gyerekek már fogyasztottak.
Hát akkor csak illene már vidéken is elkezdeni, nem? Hogyan hatnak a drogok? Van egy ilyen cím. Hogyan hatnak a drogok? Egy kis adag serkentőszerként hat, felgyorsít, egy nagyobb adag nyugtatóként hat, lelassít. Majd a következő mondatban, tehát a drogok rövidtávú segítséget nyújtanak a fájdalom csillapításban is. Ugye ez a füzet tiltásról szól, kedves képviselőtársaim. Tiltásról. Aki nem akart eddig droggal foglalkozni, annak is ott van a lehetőség, hogyha fájdalmaid vannak, akkor használd. Ha problémád van, akkor használd. Hát nemrég még az orvosok is felírták. Erről szól ez a füzet. Erről szól ez a füzet. És ha valaki utána néz, hogy mi is a szientológiának a célja, az interneten megtalálja. Egy olyan személy nyilatkozik, aki, inkább idézem, magamról annyit mondhatok, hogy szientológus voltam 8 évig. Elvégeztem több tanfolyamot, és auditálást is kaptam nagyrészt külföldön. Az auditálás fő szolgáltatás a szientológiában. Következő fejezet, ki ne érezné fantasztikusan magát ilyenkor. Aztán pár hét maradt elmúlik a varázs, és minden a régi lesz, mint az auditálás előtt. A szientológia nyilvánosan hirdetett céljai, a szientológiának a nyilvánosan hirdetett céljai fantasztikusan jók. Mivel bármely jó érzésű ember tud vele azonosulni. Persze, minden jó érzésű ember tiltani akarja a kábítószert. Ha nem tud különbséget tenni a tiltás és a tájékoztatás között. Viszont ami valójában történik, az pontosan az ellenkezője. Szabad emberek helyett rabszolgákat csinálnak a tagjaiból. Tehát nem szabad őket azonosítani azokkal a szervezetekkel, illetve azokkal a csúcsvezetőivel, akiket megtévesztésből használnak őket és más embereket is. És a 2005. április 28-a írvésről egy jegyzőkönyv. Már az akkori képviselőtestület a 7-es pontjában a következőt fogalmazta meg. A Jászapáti Város Önkormányzat képviselőtestülete nem fogadja a drogmentes Magyarország maraton programjából érkező csoportot. Én továbbra is ehhez szeretnék felhatalmazást kérni a képviselőtestülettől. Az első napi rendi pontunk alapján, amely arról szól, hogy Jászapáti Város Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Jászapáti Város közigazgatási területén lebonyolítandó rendezvényeket a szervezők általi bejelentést követő 15 napon belül a rendezvény megrendezhetőségének szempontjából megvizsgálja. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy kérdésük van-e az elhangzottakkal kapcsolatban. Boricz képviselő úr, parancsolja. Köszönöm szépen a szót. Biztos tájékozatlan vagyok, csak én szeretném tudni, hogy mikor volt ez, mert én nem tudok erről a rendezvényből. Ez csak pusztán azért... Tegnap előtt. Jó, akkor teljesen egészen dolgoztunk már. Köszönöm szépen. Borbás képviselő úr. Szeretném megkérdezni, hol voltak, milyen intézményeket látogattak meg, ez hányszor fordult elő? Tudomásom szerint a gimnázium volt az egyetlen intézmény, ami fogadta. Az egyet, hogy természetesen tiszta vagyok fel, hogy a gimnázium az nem az önkormányzat fennhatóság alá tartozik. De mégiscsak jelentős részben jászapáti gyerekek és jászapáti pedagógusok dolgoznak benne. További kérdések a képviselők részéről? Vélemények a képviselők részéről? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel, aki az előterjesztéssel egyetért, azt kérem készülőtartásra jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy a képviselőtestület az előterjesztést egyhangulag elfogadta. Áttérünk a... Bocsánat. Igen. A szórólapjukkal olyan módon találkoztam, hogy az iskolába küldtek egy e-mailt,
és lenyomoztuk, hogy ez a Szientológiai Egyház van mögötte. És ezért vagyok kíváncsi arra, hogy melyik egységben fogadták, mert nem tudok róla. Az hozzám eljutott információ alapján a gimnáziumban ez az anyag ki volt plakátolva, és nem tudta senki fogadni, mivel a rendőrség segítségét kértem ahhoz, hogy hagyják el a várost. Egyébként a gimnáziumban több pedagógus fel volt ezen háborodva, hogy nem fogadhattuk őket. Nem tudják, mi van mögötte. Az elég baj, hogyha a gimnáziumban lévő tanárok, nem tudják, hogy mi van mögötte. És nem járnak utána, mielőtt egy plakátot kitesznek a falra. Az elég baj. Polgármester úr, szeretném megkérdezni, hogy a Szientológiai Egyházhoz elküldték ezt a 6-5 évek az 2005-ös döntést? Persze, drágában sincs elküldeni. Miért is kellett volna elküldeni? Mert nagyon sok segítséget jelentene, és nagyon örülök, hogy úgy nyilatkozott, ahogy nyilatkozott, mert én ezzel teljesen egyetértek. Az intézményünk ehhez a témához nagyon óvatosan nyúl hozzá. A pedagógusoknak tartottunk egy nevelési értekezletet, ahová egy olyan századost hívtunk meg, aki nyugalmazott, és a témának egy nagyon komoly szaktekintélye. Ő olyan előadást tartott a kollégáknak, ahol minden kollega tisztában van azzal, mert megdöbbentő előadást tud tartani. Tehát javaslom minden olyan helyen, ahol hatást akarnak elérni azzal, hogy egy kábítószer milyen hatása van a gyerekekre. A tanárok ezt a témát ügyesen megismerték, és teljes mértékben azon a véleményen van mindenki, mint ön. Viszont az lehet, hogy nincsenek tisztában mindenféle szervezet, hát szerintem színjátékos tevékenységével. A Szientológiai Egyházra éppen az jellemző, hogy olyan álca mögé bújik, amit borzasztóan nehéz felfedezni. Amikor az egyik kolléganő kiderítette, hogy ez áll mögötte, akkor azt is mondtuk, hogy ezzel vigyázni kell. Ha ezek ellenére valamilyen módon beszivárgott annak, az a dolgom, hogy kinyomozzam. Ez világos. De nagyon nagy segítséget jelentene, hogyha a város annyiban segítene nekünk, hogyha egyszer tiltakozik ezen a korábbi évek alapján levő határozattal, akkor fölvenni, hogy elküldeni nekik és fölhívni figyelmüket arra, hogy lehet, hogy ők nem ismerik, hogy itt mi a hozzáállás, hogy ne is keressenek a Pátin semmiféle kapcsolatot. Mert ha ők nem keresnek, akkor nem is fordulhat elő. Én nagyon sajnálom, hogyha a gimnáziumban ez valamilyen módon bekerült, utána fogok járni, hogy hogyan, de szeretném határozottan a nyilvánosság előtt is kijelenteni, hogy a pedagógusok nagyon-nagyon figyelnek erre a témára. Nem véletlen, hogy rögtön nem is vittük az előadást a gyerekek felé. Még azon is gondolkozunk, hogy milyen mértékben, hogyan lehet csepegtetni egy teljesen általunk leellenőrzött jó előadást a gyerekek felé. Még ezzel is óvatosan bánunk. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha ennek a dolognak én utána járhatnék, és segítséget kapnánk abban, hogy jelzést adjunk az egyháznak, hogy ne is közelítsen a Páti felé. Igen, kedves igazgatónő, én sérti a fülem, mert én szeretnék amellett ragaszkodni, hogy ez nem egyház, hanem szekta. Szekta, bocsánat. Köszönöm. Ettől függetlenül még mindenkinek természetesen az a véleménye, ami. A hozzám eljutatott információ alapján, és ebben az alelnök úr meg fog erősíteni, mert a megyei közgyűléshez tartozik a gimnázium, nem a Jászpáti önkormányzathoz. Ennek a plakátja, a szóróanyaga a gimnáziumban ki volt helyezve. Az elmúlt napokban a gimnáziumban lévő pedagógusok, és gondolom, hogy az igazgatónak ezt jobban kell tudni, mint nekem, komoly felháborodásokat és különböző kilátásokat helyeztek ami a térvénybe, amiért ez a produkció a polgármester által meg lett hiúsítva. Tehát úgy gondolom, hogy ezekre a dolgokra az igazgatóasszonynak tudnia kell. Azt meg eleve egy kicsit furcsának tartom, maradjunk ennyivel, hogyha akár a polgármesternek, vagy a képviselőnek, vagy szülőnek kell
egy gimnáziumi tanárt felhívni arra, hogy mi a különbség a drogtiltás meg a drogtájékoztatás között, meg mi a Szientológiai Egyház, meg mit jelent mondjuk a kormánynak a kábítószerügyi koordinációs bizottsága. Hogyha a Szientológiai Egyház szervez valamit, vagy a kormánynak a kábítószerügyi koordinációs bizottsága szervez valamit. Tehát ha ebbe egy gimnáziumban lévő pedagógus nem tud különbséget tenni, akkor az nagy baj. Ránézve is, de a gyerekeinkre még nagyobb baj. Tehát tessék utána járni, kint volt éve a plakát, és különböző gyűléseken és a rendezvényeken a gimnáziumhoz tartozó pedagógusok felháborodásoknak és különböző retorziónak adtak hangot, ami egyébként nem baj. Tehát tessék elhinni, hogy amikor én ezt az autót megállítottam, és megkértem a rendőrséget, hogy itt mindenféle tevékenységet azonnal hagyjanak abba, akkor is tudtam, hogy mit vállalok és kikkel állok szembe. Tehát én semmilyen retorziótól nem félek. Tisztában vagyok vele, hogy kikkel állok szembe, meg a felelősségével is. Tisztában vagyok, csak jó lenne, ha mondjuk a pedagógusok is tisztában lennének vele, hogy milyen plakátot tesznek ki, meg mit szerveznek, és mi az, ami ellen tiltakoznak. Mi az, ami ellen tiltakoznak.